először arról faggatom, vagy kérdezem Szörényi Lászlót, amiről talán nem mindenki tud, hogy családját tekintve Bácskából, való Bácskából származtak, és ez a bácskai kötődés azt hiszem, hogy meghatározta a családnak, ha ő neki nem is, de az édesapjának, meg az édesanyjának, meg a nagyszüleinek a sorsát. Édesapám Kulán született egy olyan családból, amely 1728-ban Fekete Erdő vidékéről lett betelepítve, mint akkor sok német család, és halász volt a legrégebbi ősöm, hogyha igaz ez az emlék. Az utolsó az egy Siber János nevű nagybátyám, illetve dédnagybátyám volt, egy asztalos, akit a feleségével együtt elhurcoltak a szerbek egy ilyen megsemmisítő táborba, ahol tökleklárba rejtett üvegcseréppel letették meg őket. Meg is haltak ennek következtében szörnyű kínok között. Most jelent meg nem régen a Xanthus kiadónál egy könyv a bácskai németek elpusztításáról. Siber család, ez elmagyarosodott, és nagyapám Siber Ferenc, aki Kulán volt vámtiszt, ő már magyarnak tartotta magát, és éppen ezért Gál Irént, a nagymamámat, a feleségű vette, ilyen nemzetiségi súrlózás, vagy különbözőség nyelvhasználatban sem volt közöttük. Ez a nagyapám, ez a Siber Ferenc, ez 1914-ben meghalt orvosi műhiba következtében, mert úgy adtak be neki valami injekciót, hogy egy légbuborék is benne maradt, és hát ugye az azonnali halált okozott. A másik nagyapám 18-ban halt meg, megcsúszott vele a ló, és olyan szerencsétlenül esett, hogy megrepett a mája, és két nap szörnyű szenvedés után meghalt. Úgyhogy ott maradt mindkét nagyanyám özvegyen, és akkor beköltöztek Zomborba. Anyám, ugye, a Madarász Mihály, ez a nagyapám, ez Görgényszent Imrei volt. Nagymamám akkor hozzáment nagypapához, született nekik is három gyerekük. Ugye a legnagyobb volt Imre Batya, ugye a bácskaias fordulattal nevezték őt. Mindig gyerekkoromban az esti imát azzal fejeztük be, ugye, amire meg lettünk rendesen tanítva húgommal együtt, és hozd vissza Imre Batyát, mármint az Úristen, ugye, akihez fordultunk. Mert Imre Batya, tudnék, eltűnt. Ő mit sem sejtve elment biliárdozni, ezért nem szeretek én biliárdozni többek között, és sose került elő. Aztán később én derítettem ki, akkor értem belőször jártam Zomborba, hogy Tito saját kezüleg aláírt parancsa révén, ez azóta elég sokszor publikálták, és falura lebontva lehet most már tudni, hogy az elvtársak matematikája hogy működött, hogy egy-egy községben hány magyart kell legyilkolni, egy-egy városban, stb. És hát ezeket a nyilvános helyeken lévőket mind összeszedték. Tehát ezek szerint ebbe a később Szlobodának szabadság nevezett szálloda épült a helyére ennek a magyar körnek. És akkor elvitték őket a később Népegyetemnek nevezett megyeháza a pincéjébe, ott a lábuknál fogva felakasztották őket, elvágták az erüket, később a hullákat eltemették a disznó legelőn, de hogy ne legyen olyan feltűnő, később építettek rá egy pályaudvart. Tolnai Ottónak, amíg élek, sok minden miatt szeretem őt, de többek között azért vagyok hálás, mert még a kommunizmus alatt én ezt megírtam egyszer, és ő lehozta egy lapjában ezt az apró kis történetet, az volt a cím, hogy autóbusz pályaudvart. Közben még, ami irodalomtörténeti szempontból is érdekes, hogy édesapád, illetve a nagy bátyád hova járt, ugye iskolába, hasonló módon kellett írod, vagy emlékszel rá, vagy emlékeztettek rá, megszökniük, vagy átszökniük a határon, hogyha Kalocsára a jezsuitákhoz, hogyha jól emlékszem, jártak, mint ahogy 45 után, ugye Sáros Patakra Dobos László,
a szlovákiai regényíró, vagy Koncsol László is úgy tudott járni iskolába, akkor már ugye Csehszlovákiából, hogy folyton a határon kellett átszökni. 1924-ben zárták be a Bácskában az utolsó magyar gimnáziumot Zentán. Azon magyar gyermek, akik mégis magyar iskolázásba akartak részesülni, azok elég veszélyes módon tudtak Magyarországra szökni. Határmenti parasztok kukorica közé rejtve meg a gyerekeket így szállították, a szerb határőrök pedig azok szuronnyal szurkálták meg a szekereket. Ha eltalálták, akkor pekjük volt, ha nem, akkor átszöktek. És a Kolozsvár, a kalocsai érseki főgimnáziumba jártak. Kispap lett, elküldték egyetemre, itt végzett Takács Ferencnél, aki bibliafordítót, annak a javított Káldin, háromkötetes Káldi bibliának az egyik szerzője, hozzáírta a doktoriát is, és az annyira jól sikerült, hogy kiküldték Rómába, és akkor ott további évekig tanult, és a Dániel próféta volt egyébként a fő témája. Megtanult minden létező, Bea Bíborosnál, aki sokáig élt, és nagyon híres mestere volt ennek az egész modern katolikus bibliatudománynak, amely gyakorlatilag a 13. Leó pápától indult. Addig az ilyesmi eretnekségnek, vagy ateizmusnak, vagy racionalizmusnak számított. A 13. Leó egyik enciklikája nyitotta meg a katolikus tudósok előtt is, katolikus hermeneuták előtt is a Biblia kutatás lehetőségeit, de mint tudjuk, ez pápánként is, meg egyébként is úgy hullámzott sokáig, úgyhogy emlékszem, hogy mikor nagybátyám meghalt 69-ben, igen, olyan agydaganatban, akkor akadt olyan kollégája természetesen, mert a kollegialitás mindig mindent legyőz, aki újjongva közölte barátaival, hogy meghalt az eretnek pap, ez volt a nagybátyám, ugye, azért, mert hogy ezt le is rendelték Rómába, mint hogy is hiák ott, mint kriptokálvinistát, ez nekem nagyon tetszett, kriptokálvinista. Élete utolsó éveiben már, mint nemzetközi hírű egyedet, néha kiengedték konferenciákra, nemzetközi konferenciákra, és nekem akkor mindig hozott, mert akkor én már egyetemista voltam, hozott perzsa könyveket, aminek nagyon örültem. Na, általános iskola, illetve középiskola. Én voltam a kultúros a gimnáziumnak, és hát hercegi tanár úr, aki pátyáikai korban szegény idén halt meg valahol vidéken, ő volt első magyar tanárunk egy évig, aztán hála Isten elment, mint olyan, és ő lett a KISZ vezető tanár. Emlékszem, hogy a genre dalokat azt nagyon szerette, és nem értettük, hogy mi lehet az, de aztán, hogy rájöttünk, mikor közöltük vele, sértésnek vette, és így tovább. Valamint az, hogy arany is kezdetben reakciós volt, ezt is valahogy kicsit erősnek tartottuk, na mindegy. De különben jó indulatú ember volt a maga módján, de nem bírt elviselni bizonyos dolgokat. Például az se, amikor március 21-én kell tanácsköztársasági emlék műsort rendezni, és akkor valahogyan kinyomoztam, hogy a Kun Béla özvegye az hajlamos eljönni hozzánk az ötös gimnáziumba. El is jöttünk, és akkor megkértem a legjobb szavalót az osztályban, hogy az öreg Kunnét szavaljat. Szörnyű volt. A nő röhögött, de a tanár úr nem szólt. Na, és a gimnáziumi tanárait közül ugye hármat, illetve később egy negyediket, aki az irodalmi szakkörnek volt a vezetője, és aki az emlékezéseiben úgy beszél rólad, hogy káprázatos volt a tehetséged. Ez az utóbbi, ez Tamás Attila, aki ugye nekünk... Irodalmi szakkör. Csodálatos ember de, volt. Bocsánat, a Kubinyi nevezetű tanár uradról csak annyit, hogy a mai tanítanék mozgalomnak a fényében azt, amit ő az első alkalommal veletek csinált, hogy azt mondta, hogy ragasszátok össze csirízzel, ha jól emlékszem, a tankönyveteket. Ezt a mai mozgalomnak szempontjából hogyan ítéled meg? Ő egyébként ugye Pajzs Dezsőnek volt a talán legtehetségesebb tanítványa, és csillagszerűen ívelt fel a pályája. Már amikor tudnélik, hazajött, ahogy is jelkből, hazajött az amerikai hadifogságból. Mert
minden nyelven tudott, szóval japánul is, az összes finnugor nyelven, de csak azért, mert érdekelte a dolog, megtanult kecsuául például, tehát ezen az indián nyelven. Úgyhogy később a Nyelvtudományi Intézetben, élete végén, amikor végre sikerült a középiskolai, meg általános iskolai egy-egy évig tartó állásokból kecmeregnie, mert ugye mindannan kirúgták, akkor a Nyelvtudományi Intézetben volt, és akkor csinálták a nagy etimológiai szótárt. Ő volt az az ember, akire az összes ismeretlen eredetű szót rábízták, amivel eddig senki sem boldogult, hogy hátra majd ő megoldja. Most ő volt a magyar tanárunk, Bánhegyi tanár úr, Moravcsik tanítvány, bizantinológus, aki ráadásul miután görögöt és a latin megszüntették, ő is adott az amerikai adifosságból, stb. Akkor elvégezte a kémia-fizika szakot is, és így az ország egyetlen központilag az akadémia által támogatott kémia szakkörét hozta létre. Egy csomó ma élő, vagy már elhunyt híres kémikusnak volt ő a tanára. A harmadik, aki még él, áll a Jézusnak, Kiefer tanár úr, ő is bácskai egyébként, de ő bajai. De vannak délebbi rokonai is. Hát ő a matematikai nyelvészet magyarországi meghonosítója. Ő is olyan volt, hogy francia-német szak mellett elvégezte a fizika-matematikát is. Őt különben a bajai gimnáziumban azért rúgták ki annak idején, mert a Cisztercita gimnáziumban, mert aztán nem sokára becsuktak, akkor aláírás gyűjtöttek a gyermekek között, hogy akasszák fel minél előbb Vincentit. Ő pedig írt egy cikket, hogy csak azért se akasszák fel, úgyhogy azért kirúgták. Elment segédmunkásnak az akkor épülő Sztálinvárosba, ahol egy év múlva, mint tehetséges proletár gyermeket az egyetemre küldték, és így tovább. Na, és most jön a te egyetemi korszakod, amikor igazából hamarosan leadtad a magyar szakot, és háromszakos lettél. Ennek mi volt az előzménye, mi volt az oka? Ez a három szak, ugye a perzsa és a... Ezeken végeztem, latin, görög, perzsa, vagy irodisztika. Igen, tehát én eredetileg magyar-latin szakos voltam, azért, mert először japán filozófia szakos akartam lenni, de még a gimnáziumban, legelőször földrajz geológia szakos, akkor megnyertem egy ilyen középiskolai pályázatot, hogy felvettek volna a földrajzra minden külön vizsga nélkül, és a Koch Ferenc, a nagyon rokon szenves professzor, a regionális földrajzi tanszék vezetője közölte velem, hogy hát akkor ugye, ha minden jól megy, én még akkor utána majd mindjárt állást is kapok a MTA Földrajzi Kutatóintézetébe. Mondom, az ki igazgatja, szörnyű gyanú lépett, vagy csúszott be kebelembe, azt mondja, Pécsi Márton. Ja, mondom, akkor én nem fogok földrajz szakos lenni, mondom, akkor nem. Miért? Hát én tagja voltam 16 éves koromtól, akkor már fölvették az embert a Magyar Földrajzi Társaságnak, és eljártam az előadásaikra, és ott megismertem Pécsi Mártont, aki a legundorítóbb pártitkár típusú, tudományos pártitkár típus, de ez nem, sokan írtak róla meg minden, szóval nem vagyok elfogult vele szembe, úgyhogy a fellépése és a modora is. Múltkor írtam egy igaz történetet a Magyar Nemzet a sorozatba a Két Kádár címmel, hogy hogyan alázott meg és tett semmivé embereket politikai okokból. Na mindegy. Tehát én akkor úgy gondoltam, hogy akkor inkább mégis bölcsész leszek, de aztán kiderült, hogy japán szak nincsen, mert van egy japánul kiválóan beszélő művészettörténész az Iparművészeti Múzeumban, aki bejár órát tartani, de az mint szak nem létezik, azt a távol-keleti, hát a kínai szakosoknak vagy ilyesmiknek melléküzemelként tanítja, és filozófia meg, hát ezt nagybátyám magyarázta el, hogy hát lassikat, tehát teljesen meg vagy hülyülve, hát ez filozófiák hívják, de ez a marxizmus. Ja, mondom, az nem tudom. Az nem leszek, úgyhogy így akkor jobb hián lettem magyar-latin szakos, és nagyon örültem neki. Hanem aztán jött Tolnai Gábor. Tolnai Gábor az valami hihetetlen ember volt a maga módján. Egyrészt felolvasta a kaniszai jegyzetét, akkor még nem volt spenót. Felolvasta, amíg el nem aludt rajta, éppen nem volt józan. És viszont, hogyha rájött valakinél, hogy abból készül, az kirúgta, és mindig felhívta a Tibort, hogy most buktattam meg valakit belőle, mondta neki nyájosan. Úgyhogy elviselhetetlen volt, és nálam akkor szakadt el a cérna, vagy nem is tudom, minek nevezem, amikor
Jókai legendáról mesélt, akkor éppen egy kicsit jókedve volt, mert Umbriában van egy kisváros, ott azt később azt hiszi, a Szentről Assisinak nevezték el. Na mondom, elég. Fölálltam, elmentem Kardos Tiborhoz. És mondtam, hogy vegyen át olasz szakosnak. Édes fiackám, nem veszlek át, mondta nyájasan, mint szadista. Akkor elmentem a Zádor Annához, hogy vegyen át művészettörténésznek. Azt mondja, Oszkár, én nagyon szeretem magát. Mondom, Laci, azt mondom, Oszkár, nagyon szeretem magát. Később tudtam meg, hogy a kutyáját hívták Oszkárnak, és ha valaki szeretett, akkor azt Oszkárnak szólította. Ezt én akkor nem tudhattam természetesen. De azt mondja, most az egyháznak előírták, hogy minden egyház megyébe kell lenni egy művészettörténésznek, úgyhogy egyet többet kell fölvennünk. Tudja, hogy ez zárt szám, csak akkor indítunk évfolyamot, ha el tudjuk helyezni, úgyhogy nagyon sajnálom, mert nem tudom magát átvenni. Marót Miklós azt mondja nekem, Szörényi, te már úgyis teljesen hülye vagy. Mondja, akkor menj el persze szakosnak, mert Bodrogligeti most keres iranistákat. Mondtam, köszönöm a tippet, elmentem Bodrogligetihez, és az azt mondta, hogy okay, mondja, szeptemberben jelentkezzen nám. Ha addig elolvasott mindent, amit magyarul írtak a perzsákról, akkor lehet róla szó. Én elolvastam mindent, amit jelentkeztem már, de még rajtam kívül akadt 10 ember, ezeket Bodrogligeti a fél év végére 3-ra csökkentette velem együtt. Később még egy elmenekült, és így ketten végeztünk ebből az évfolyamból, de ketten legalább végeztünk. A magyar mellett szenvedélyből fölvettem a finnugort. Tehát én akkor magyar, latin, finnugor, iranisztika, görög szakos voltam. Most azt mondták, hogy finnugor az csak a magyar együtt lehet, tehát azt legnagyobb sajnálatomra leadtam. Nagybátyám szerzett egy Kádár Miklós nevű jogászt, akit ismert, és az átszólt, aki azt hiszem a jogika dékánya volt akkor, hogy hagyjanak engem már átmenni a perzsára. Így aztán végül is 3 szakos lettem, és ezt én szerettem volna az irodalom irányába tolni. A Mukaddimatul Adab című első perzsa arab szótáról írtam a szakdolgozatomat, aminek a legrégebbi kéziratát úgy lopta el egy német zsoldos, amikor felszabadították Budát, de a Marszigyi megvette tőle, és ma a bolonyai könyvtárban található, én hozattam egy mikrofilmet, és abból csináltam a szakdolgozatomat. És akkor jött egy olyan rendet, 68-ban végeztem, és a 67-68-ban volt egy tendencia, amelyet Agárdi Péter képviselt leginkább, mint kisztitkár, ha nem csalódom a bölcsészkaron, hogy mozgalmat indított, hogy mindenki csak akkor kap állást, ha aláírja, hogy ő elmegy tanítani. Na mostan én ezt nem voltam majdnem aláírni. Én mondtam azt, hogy kérem, a latin meg görögöt meg perzsát azt nem igen szoktak tanítani, külső a harmadikat nem, úgyhogy én nem akarok tanítani, stb. Jó, nem is lett állásom egy darabig, vagy úgy nézett ki. Akkor megpróbáltam az akadémiai kiadón elhelyezkedni. Rubin Péter volt az a főszerkesztő, aki volt akkor ott állás hirdetve, aki azt mondta, hogy hát próbaképpen engem a Lexikon szerkesztőséghez venne föl. Azt mondja, milyen nyelven tudok én még a legjobb? Hát mondom, német. Azt mondja, jó szótárt használhat, írjon valami jó belevaló reklámot az egykötetes kis lexikonhoz. Én írtam is. Szóval meg akarja gyilkolni nagynényét úgy, hogy ne lehessen kimutatni a méregnyomait. El akarja otthon készíteni ezt a mérget úgy, hogy ne tudjanak utána járni a patikába. És itt van a csupa ilyen kérdés, az mondja, vegye meg az akadémiai kiadó egykötetes kislexikonát, abban mindent megtalál. Na most ez szépen kicirkalmazva, letisztáztam. Nem vette komolyan. Rubin Péter, és múltkor nagyon boldog lettem, mert Rubin Pétert én csak mint ilyen kiadói szerkesztőt ismertem, és múltkor kiderült, hogy krimiket is írt. Ezt nem tudtam. Mozgalmi krimiket, de azért krimiket. Úgyhogy le a kalappal előtte. Nagyon udvarias volt, azt mondta, mondja a fiatal ember, akkor is értesítsük, ha nem vesszük fel. Na és akkor jött a csoda, mert a Mayer Erika Pirnát Antalnak a felesége, aki nekem tanárnő volt, az félrehívott a folyosón, és azt mondja, Laci, van egy gyakornoki állás az izébe. Pályázza meg a Irodalomtudományi Intézetbe. Hát
És tényleg 13-an adtuk be, és 3-unkat vettek föl. Engem rögtön ketté vágtak, és az egyik felem a Sauderhoz tartozott, a másik felem a Lukácsihoz. Tehát én egyszerre kezdtem el dolgozni a 18. századiaknak, meg a vagyis Jákoknak, mert hazajött a kanyszer, akkor 3 felé lettem vágva, mert attól kezdve a Rebakusnak is, tehát a reneszánszos barok. Úgyhogy ilyen vegyes, nem lett belőlem komoly ember, hanem ilyen össze-vissza. És 73-tól kerültél Szegedre, ha jól emlékszem. 73-ban Hajdú Péter a nyelvész, a finugrista, aki jó barátja volt Klaniszainak és Lukácsinak az ötös kollégiumból, az ilyen két átkozott embert, mint a Lukácsi meg én, akiket hát Pesten sehol sem fogadtak volna be tanítani, mint izéket, felforgató elemeket, ezért mondta, hogy van Horváth Károly nyugdíjban megy, aki, hát ugye Sauder meghalt, utána Horváth Károly volt a tanszékvezető, a madácsos, rendkívül kedves öreg kolléga, ő nyugdíjban ment, és akkor kellett valaki, aki ott tanítson, és akkor a Lukácsi meg én kezdtünk el. Úgyhogy én kezdtem ott a 19. századon, folytattam az irodalomelméleten, átmentem aztán a régi magyarra, akkor voltam az összehasonlító tanszéken, voltam az olasz tanszéken, jelenleg a latin tanszéken vagyok, mint emeritus professzor. Közben voltam, vagy 10, nem tudom hány évig tanszékvezető a komparatisztikán. Tehát ugyanakkor 73-ban kezdtem el tanítani az ötös kollégiumban is. Tóth Gábor, hála a Jóistennek, mikor kijött a rendőrség, mert föltűnt neki, hogy megnövekedett az egyfőre jutó mészölyök száma, meg Konrádok, meg egyebek, meg pozsonyi magyar írók, grendelek és efféle fölforgató elemek kezdtek föltűnedezni a kollégiumba, és akkor a Tóth Gábor megvédett, hogy ezeket mind nem tanítják az egyetemen, ez itten kérem, elit képzés, úgyhogy nézzék meg, tanárul ezeket ide hozza. Úgyhogy nagyon, nagyon kedveltem az ötös kollégiumot is, és tanítottam még, amit visszajöttem Rómába azután is, mind a két Szegeden még most is, de amikor kaptam Széchenyi professzor ösztöndíjat, akkor le kellett mondani az egyikről, mert csak úgy adták. Úgyhogy azóta a kollégiumban nagyon jó megvagyok, néha tartok előadást népeknek, hogyha mostani igazgató megkér rá, vagy Horváth Laci, van egy olasz műhelye, ott szoktam néha valamit povedálni, de úgy egyébként rendszeresen, mint Szegeden nem tanítok. Szegeden viszont van egy doktori iskolám, és az egészen jól működik. És a római évek, amikor Súlyok Miklós művészeti titkárúrral együtt dolgoztál? Ez egy nagyszerű dolog volt. Próbáltuk valahogyan föléleszteni az ottani Ávós tanyává lezüllesztett, hogy is hiák volt, Magyar Akadémiát, és hát ennek megfelelően újjáindítottuk ezután a legfontosabb annuáriót, és hát különböző kiállításokat rendeztünk. A Te jó voltodból az élő művészettel kapcsolatba kerültünk. Hát maga az a három terem, ha nem csodom három, ugye? Az egy régi olasz fasisztával, aki később átment szovjet kémbe, és éppen azért a magyar sajtószolgálatot ott szervezték meg az ő vezetésével. Én dobtam ki őket, az egész társulatot, úgy, ahogy van. Az a mozgalom, amelyet elindítottunk ott, tudnék, hogy visszakerüljön a Magyar Tudományos Akadémia és a kultúra birtokába, ennek megfelelően költözenek ki a diplomaták onnan, és legyenek valóságos, igazi ösztöndiak. Ez egy ideig működött, tehát sikerült kihozni oda olyan embereket, akik ott tényleg dolgoztak, erről beszámoltak, és így tovább, és így tovább. 91-től 95-ig volt ez az én kiküldetésem, és akkor visszajöttem az intézetbe, illetve az egyetemre, igen. És 52 vagy hány történetben írtad meg a... Hát Éjjel Kumbél a Suzin Informán című alapművemben, amely csak előjegyzésre kapható, mert megnéztem az egyébként interneten. Egyébként igaz. Valóban csak úgy kapható. Csak úgy kapható. A könyv lezárása óta rengeteget gondolkoztam, kutattam, amennyire lehetséges, és nagyjából be tudom lőni most 58... kora tavasza, valamikor ilyesmi lehetett, Marosán elvtársat küldte ki Kádár elvtárs, Tojati elvtárshoz. Valami sürgős ügyben egyeztetni Nagy Imre közelgő felakasztása örömére, vagy arról, ugye? És akkor volt valami tüntetés. Kommunisták és
antikommunisták csaptak össze a Magyar Nagykövetség előtt. Tehát a felirat másra nem igen mehet. Mert hogy Kumbé... Azóta ott van? Azóta ott van. Azóta. Hogy Szuzi mi voltáról, nem tudok semmit mondani. Úgyhogy... A egész domb, amelyen a Magyar Nagykövetség elterül, hogy úgy mondjam, ugye, ez a dombnak a csúcsán van körülbelül, ez hajdanában egy hercegi birtok, illetve egy hercegi palotának, amelyben Goethe is lakott egy ideig, annak volt a parkja és a hozzátartozó melléképületek. Amikor az olaszok hadizsákmányként lefoglalták az osztrák-magyar nagykövetséget, és ebből lett később Mussolini székháza a Piazza Venezián, akkor a háború után, a békekötésekkor mind az osztrákok kaptak egy új székhelyet, mind a magyarok. A magyarok ezt kapták. A Villa Torlóniát ugyanis 1900 körül eladták. A palotát lebontották. Alul a földben rengeteg dolog maradt. Vatikáni engedélye az ottani régészeti szolgálathoz fordulva. Például egyszer Enc Gézának, mikor a vendégem volt, meg tudtam mutatni azt a fantasztikus katakombát, amely pont a követségünk alatt van. Tudnék, itt egy temető volt Hajdan, egy temető, mégpedig olyan, amelynek a dombon magán is voltak sírok, és voltak föld alatti kripták is. És akkor mikor átépítették, tehát ez a dúlás történt az újra parcellázással, akkor egy csomó régi márványtáblát összetörtek. Így találtunk meg egyszer egy táblát ott a földbe, amelyen, mint később Csorba László levéltári alapon is kimutatta, hogy pontos 1827-ben vagy mikor épült egy kapuja, egy díszes kertkapuja ennek a hajdani hercegi parknak, és annak volt ez a felirata, a latin felirata. És a Horthy Cernári, mint később kiderült, ennyi maradt, ott betűk hiányoznak, a valóságos felirat Horthy Lucernári, ez amit megtalált a Csorba Laci, így ez Horthy Cernári alapon maradt meg, ezt restauráltattam, bejelentettem az olasz műemléki hatóságoknál, akik tudomásul vették, és ki lett állítva. Nagyon szép nagy márványtábla volt. A második tábla már, amit sikerült felállítanom, mert a másikat azt a lezuhant magyar óceánrepülők, szörnyet halt magyar óceánrepülők emlékére állították. Na mostan jött az utódom, aki azonnal intézkedett, hogy törjék össze és ássák el, mert itt nem lesz hortikultusz. Ugye? Ennyit erre. Miklós arra kérte az utóbbi időben, hát mondjuk 3 könyvet mondanék, ami tavaly meg, ami idén. Tavaly 2 jelent meg, idén meg 1. Tavalyi 2, az egyik az Balatonfüred, ez eléggé kevéssé ismert, mert hát gondolom nem nagyon terjesztik. A nagy a várt, retteget jövendő, ez a Hedvigből van, ugye ebből a csodálatosan szép Vörösmarty költeményből, ha emlékeznek rá, és ugye a lényege kettős, az egyik az, hogy tehát az aurórából ahány példány maradt, nem sok, annyiban van meg ez a metszet, amely azt ábrázolja, hogy Hedvig, a Nagy Lajos leánya, mikor azon töprenk, hogy Lengyelországba kell menni királynőnek, akkor mit gondol, és akkor itt egy angyal látszik, aki őt sugallja, hogy érdemes lesz a litvánok megtérítése miatt. Ugye ez a Sárospataki kódexhoz fűződő történet, ez a legrégebbi lengyel nyelvemlék, de hát cáfolj meg, hogyha hülyeséget beszélek. Oroszok ellopták, mai napig nem adták vissza. Se Sárospataknak, se a lengyeleknek, amennyire tudom. Erről a 19. században az volt a közmeggyőződés lengyel oldalon is, meg szlavista oldalon is, meg magyar oldalon is, hogy ez az a bizonyos bibliafordítás, amelyet mondjuk így patronált, mint mecénás nő a Hedvig. Ez az a szöveg. Tehát ennek a hiedelemnek a jegyében írta Vörösmarty ezt a verset, amely aztán persze sokkal többről szól, mint arról, hogy hogyan függ össze a nemzeti nyelv és a kereszténység. Hát a Tóth Dezső annak idején a Kritikai Kiadásból kihagyatta, azért volt fontos, hogy itt a címlapra rárakassam.
Tehát ha megnézik, ennek nincs reprodukciója, ez az egy van. Egyelőre ennek a metszetnek. De hát Vörös Martin kívül van benne néhány tanulmány Jókairól, Petőfiről és Arany Jánosról. Ezek közül hát nagyon szerettem annak idején a Petőfi és a Nemzeti Ősbűn címűt. Ezt Pozsonyban tudtam elmondani egyszer a Petőfi szobornál március 15-ig, amikor éppen nem volt ellopva a kardja. Tavaly volt a másik, még a Latin és Röhely című a Napkiadónál. Most röviden csak annyit, hogy ez a negyedik, vagy bocsánat, harmadik darabja volt egy sorozatnak, amely ma is folyik, a múlt héten jelent meg a 85-dik, ha nem csalódom. Sorokszorító című tárcasorozatom, amelyben hát mindenről szó esik. És Tompa volt legutóbb. És Tompa Mihályról szólt az utolsó, igen. Tehát a tárcák és tanulmányok az azt jelenti, hogy az első felében vannak mindig ezek. Körülbelül 18 fér bele így egy év termése nagyjából, mert három hetente szokott jönni ilyesmi. A másik fele pedig az elsősorban latinos tanulmányok. Mégpedig hát részben talán a legizgalmasabb, nem azért, mert én írtam, hanem azért, mert a dolog, amiről írtam, az hallatlanul izgalmas, hogy előkerül csodálatos módon az elmúlt 15 év hosszú-hosszú tárgyalásai és egyeztetései után végre meg is tudott jelenni egy olyan munka, nagyon vastag, a Petrarca a legnagyobb terjedelmű műve, ugye a Fortunáról, a jó és bal szerencse ellenszereiről írott, De Remedis, ugye latinul, írott könyve, amelyet Milánóban írt az ottani majdnem 10 éves tartózkodása idején, és amely az utókorban nagyon sokáig a legnépszerűbb műve volt. Magyarországon is a régi könyvtárkatalógusok tanúbizonsága szerint megvolt, és vagy latinul, vagy a felvidéki, vagy erdélyi városokban néha német fordításban olvasták. És kiderült közben, hogy van egy teljes magyar fordítása, egy teljes. A szerzőnek a bécsi útinaplójával került útinaplója került elő először. Székely Lászlónak hívják, gróf Boros Jenői Székely László, akit elég fiatalon halt meg, a legkülönösebb, nem tudni pontosan, lehet, hogy megmérgezték, és így tovább. Erről itt írok röviden. A lényeg az, hogy sikerült befejeznie teljes fordítását, nyomdakész, csak sose jár meg nyomdába, de a kézirat csodálatos módon nem kalódott el, sőt, még az a példány is megmaradt, latin példány, amelyből a fordítás vette, és a benne lévő hibák is a latin kiadás sajtóhibáira mennek vissza. Na most ezt három kolléganő hajdani tanítványaim Szegeden és Pesten, ezek szépen sajtó alá rendezték, kiadták, és megjelent. Meg kell mondani, hogy Mikes némely részlete Mikes mellé emeli, mint stilisztikai remek művet. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti a régi magyar nyelvet, régi erdélyi dialektust, és aki szereti Petrarcát, mert ugye Petrarca, erről is beszélgettünk, hogy nagyon furcsa szerző, mert egyrészt szinte ugye a Nobel-díjas Montaléig bevallottan ő maga is, ő is Petrarcán nőtt fel, és sokáig egyszer nem tudott elszakadni se a petrarcai nyelvtől, se a petrarcai gondolkodásmódtól. Tehát meg tudta határozni egy ilyen nagy nemzeti irodalomnak a teljes főirányát, ami önmagában is csodálatos. Emellett éppen a 2004-es Petrarca évfordulón, amelyet sikerült megünnepelnünk elég tisztességesen Magyarországon is, és tulajdonképpen az ünneplésnek a során vetődött fel az ötlet, hogy a Székely László fordítását kiadjuk, és hozzá kell tenni, hogy nagy büszkeségünk volt, hogy az akkori olasz köztársasági elnök az UNESCO világünnepé nyilvánította a 2004-et. Ennek örömére jelent meg egy hatalmas 4 kötetes antológia, ha nem csodom, Pízában, amely Ekvádortól Dániáig, Kanadától Indiáig, Goáig, stb., ahol használták ugye a portugál mellett a latint is, bemutatja azt, hogy
mennyire meghatározta a teljes humanista, majd manierista, majd barokk, majd klasszicista költészetet is a világ, hogy úgy mondjam, európai, illetve az a gyarmatosítás révén Európához kapcsolódó kultúrterületein. Benne van a magának megfelelő, vagy tehát arányosan megfelelő mértékben a magyar petrarkizmus is, úgyhogy mindig van az eredeti szöveg, tehát itt is vannak balassik, és akkor hozzá olasz fordításban hogy mégis a Jámbor olvasók is értsék. Ez az egyik fele, tehát ez a jobban ismert, a szerelmes Petrarka, hogy úgy mondjam. A lirikus. A másik a filozófus, aki leginkább még, ha örökét tartónak vehetjük, és a részben annak vehetjük azokat az iskolákat, amelyeket a preszokratikusok meg a Szokratész utániak, görögök alapítottak, akkor leginkább még a szkepszisnek ahhoz a válfajához kapcsolódik, amely cicerói bölcsességgel egyenlíti ki az egymásnak sokszor ellentmondó elődöket. Minden esetre alapvetően genetikusan pessimista, de nem zárja ki a reményt, hogy úgy mondjam. Emellett keménységre oktat, és ehhez azt használja fel, ami zseniális gondolat, és erre alapul a könyv, ez a két fortunáról szóló, jó és balsósról, hogy mind a kettő az ember megrontója. Tehát tulajdonképpen, hát ezt mindenki ismeri, ugye a vanitátum vanitásznak nagyjából ez a borája. Tehát ez Petrarkától származik. Végső elemzésben Petrarkától származik, és ezért is nagyon izgalmas. És hogy ez megvan magyarul, ez öröm. Cím magyarázatául annyi csak természetesen, hogy a Latin és mosoly Rónai Pálnak a híres könyve, ugye, aki Radnóti barátja volt, és a zsidóüldözés elől Portugálián keresztül Brazíliába menekült, és egész értében aztán Brazíliába élt, és szolgálta ott a magyar irodalmat, meg ehhez hasonlók, és írt egy csomó jó eszét. Na, az egyik eszéjének és eszékötetek ez a címe, a Latin és mosoly, és azt kifogásolja, hogy a brazil oktatási minisztérium el akarja törölni a latint, és hogy ez micsoda baromságokhoz fog vezetni, ugye? Ez volt 1949-ben, stb. Ugye? Azóta, hála Isten, nálunk is eltörölték, most már szép lassan, úgyhogy az analfabetizmus össznépi terjedését semmi sem gátolja immár, ha ennek lehet örülni, mondjuk. Na most én azért változtattam meg a mosoly szót így a röhelyre, ugye? Mert most már ott tartunk. A másik pedig az utolsó, a Arany János évében, ami idén jel meg a könyvnapra. Ebben folytatom a sorozatot, ebben elég sok szó aranyról a tárcák között. És akkor van benne jó pár tanulmány, majdnem mind, nem mindegyik, de majdnem mind az epikus aranyról. Úgyhogy én neki láttam, ez egy kicsit reménytelen, de mindenképpen kötelező olyan, úgy érzem, hogy nekem meg kell csinálnom az epikus aranyról egy újraértékelést, és hát ehhez láttam hozzá. Ezek az előtanulmányok azóta, hogy ez megjelent, írtam még vagy ötöt, és még fogok is, és a végén lesz belőle remélem valami könyvszerűség.